Az Úr legyen veletek! Evangélium szent Máté könyvéből. Nyilvános működése idején Jézus bejárt minden várost és falut, tanított a zsinagógákban, hirdette országának örömhírét, meggyógyított minden betegséget és minden bajt. Ahogy végignézett az embereken, megesett a szíve rajtuk, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok, elcsigázottak és kimerültek. Akkor így szólt tanítványaihoz: az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Majd oda hívta magához 12 tanítványát, és megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek, Isten nagy ajándéka számunkra, hogy vannak szentek, akik oltalmaznak, támogatnak, példát mutatnak nekünk. Templomunk, egy egyházközségünk védőszentje, Szent Ágoston püspök, egyházmegyénknek pedig Szent Péter apostol, illetve a ma ünnepelt Szent Mór püspök. Egyházmegyénk társvédőszentjét ünnepeljük tehát ma Szent Mór püspök személyében. Fontos, hogy jó kapcsolatot ápoljunk a szentekkel, tiszteljük, szeressük őket, mert ők elvezetnek bennünket Jézus Krisztushoz. Ki volt Szent Mór? Mit tanít számunkra az ő példája, az ő élete? Szent Mór nevét viseli jeles iskolánk, a Szent Mór iskola központ. Szent Mór kápolnát találunk a pécsi székesegyházban, a belvárosi templomban. És a kozármisleni plébánia templom is Szent Mór tiszteletére épült annak idején. Szent Mór kápolnában, a székesegyházban Székely Bertalan is csodálatos festményekkel festette meg e jeles püspök életének főbb mozzanatait. 1000 körül született ő, magyar család gyermekeként. Egyik hagyomány azt tartja, hogy Nyitrán, egy másik hagyomány szerint valahol Somogyban. Egy ősi legenda szerint magának Koppánynak az unokája ő. Később Pannonhalmán, Szent Márton hegyén a Bencés kolostorban növekedett, ott tanult, ott volt szerzetes. Majd később a Vértes hegység körül remetéskedett, ennek állít emléket Mór város neve is. 1030 körül Szent István király Bonipert püspök halálát követően Pécsre nevezi őt ki püspöknek. Ő tehát a pécsi egyházmegyének a második püspöke. 1055-ben a Tihanyi apátság alapító levelénél az ő nevével is találkozunk. Ő az, aki fölszenteli az első székesegyházat, Pécset. Szent Mór, kiváló püspök, kiváló szerzetes. Mire tanítasz bennünket? Mire hív a te életpéldád? A mai olvasmányok fényében úgy gondolom három dolgot emelhetünk ki, amelyben különösen is példa, és tanít bennünket ma is Szent Mór, egyházmegyénk társvédőszentje. Ő először is a szeretetnek, az alázatos tisztaságnak a szentje. Alázat, tisztaság. Szent Mór legendái között olvassuk azt, amikor Szent István király titokban meglátogatja Pannonhalmi apátságot, akkor arra döbben rá, hogy Szent Mór kitartóan imádkozik, és a király hiába szólongatja őt, Mór nem hagyja abba az imádságot. Másnap reggel pedig a király próbára teszi, megszidja őt, Mór pedig nem válaszol semmit, alázattal fogadja a megszidást. Majd a király fölfedi kilétét, és megdicséri a szerzetest. Alázatos szerzetes. Ahogy hallottuk a második olvasmányban, senki ne becsülje magát a kelletténél többre, hanem józanul gondolkodjatok. Alázatosnak lenni nagy érték.
Az alázat szóban benne van a latin kifejezésben a humus, a föld. Az az alázatos ember, aki a földön áll. Önmagát szereti, de önmagát nem gondolja se többnek, sem kevesebbnek, mint aki. Mór az alázatosságnak, a tisztaságnak példaképe. A tisztaságáról szól egy másik nagyon szép leírás, amikor Szent Imre herceg meglátogatja az apátságot édesapjával együtt, különböző számú csókokkal köszönti a szerzeteseket. Mór kapja a legtöbbet, hetet. És Imre fölfedi édesapjának ennek a jelnek az értelmét. Azért üdvözölte őt így, mármint Imre azért üdvözölte így Mórt, mert Mór szűzi tisztaságban élt egész életében. A tisztaságnak a szentje. Mit jelent a tisztaság? A tisztaság azt jelenti, hogy a másik emberre, önmagunkra nem mint tárgy tekintünk, hanem mint személy. Megadjuk a másik ember iránti tiszteletet, szeretetet azáltal, hogy személyként, értékes emberként tekintünk mindenkire. Ahogy szintén Pál apostol a római levélben mondta, a testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, szeressetek tettetés nélkül. Szent Mór először is tehát az alázatos tisztaság példaképe. Arra hív bennünket, hogy mi is legyünk egyszerűek, legyünk alázatosak, szeressük önmagunkat, de szeressük a másik embert is. A másik emberben és önmagunkban mindig a személyt, az embert látva és tisztelve, egy közösségben élve, ahogy szintén az olvasmány mondja, mi egy testet alkotunk Krisztusban. A szeretet azt jelenti, hogy a másik emberben észreveszem a testvéremet, hogy az első olvasmányban is hallottuk a kivonulás könyvében. Ferenc pápa is gyakran hangsúlyozza, hogy egymásra, mint testvér tekintsünk, testvérként forduljunk egymáshoz. Szent Mór tehát az alázatos tisztaságra tanít bennünket, amely azt jelenti, hogy szeretettel fordulunk mindenki felé. Továbbá Szent Mór az álhatatos imádság embere is. Hiszen ahogy a róla szóló legenda mondja, Szent István király nem tudta őt kizökkenteni az imádságból. Belemerült a kolostorban, az imádságban. Nem hagyta abba az imádságot akkor sem, amikor a király szólította őt. Szent Mór az ima embere. Nem csak szerzetesként a kolostorban, Szent Márton hegyén, nem csak a remeteségben, a vértes hegységben, hanem itt Pécsett is, mint püspök, az ima embere volt. Ferenc pápa néhány nappal ezelőtt az imádságról tanítva azt mondta, az imádság nagyon fontos a keresztény ember életében. Az imádság nem csak azt jelenti, hogy ismétlünk néhány mondatot, néhány gondolatot, hanem az imádság azt jelenti, hogy egész életünket, mindent, ami történik velünk, az egész világ eseményeit beleszűjük az imádságba, Istent dicsérve, Istennél közben járva másokért, az egész világnak, egész életünknek, érzéseinknek, gondjainknak, örömeinknek legyen helye az imádságban. Ezt vigyük bele az imába, ami az élő Istennel való élő személyes párbeszéd, a keresztény ember erőforrása az ima. Azt hallottuk szintén a római levélből, a reményben legyetek derűsek, a nyomorúságban béketűrők, az imádságban álhatatosak. Mór az álhatatos ima, a kitartó ima példaképe. Hiszen neki sem volt sokszor könnyű, amikor legjobb barátja Imre herceg meghalt. Micsoda fájdalom lehetett neki. Amikor pécsi püspökként felszentelte a templomot, a székesegyházot, megérte azt is, hogy leégett a székesegyház. Pécsi püspökként megtapasztalta azt, hogy menekülnie kellett a keresztény üldözés miatt. Menekült, hányattatott sorsa volt sokáig. Ezekben a nehéz helyzetekben Mór nem esett kétségbe. Álhatatos, kitartó maradt, az imából merített erőt. Micsoda aktualitása van ennek ma is számunkra. Amikor sokszor beszélünk a vírusról, amikor sokszor beszélünk betegekről, nehéz helyzetben lévőkről, amikor magunk is tapasztaljuk barátaink, ismerőseink, rokonaink körében a nehézségeket, a problémákat. Fontos, hogy ezekről beszéljünk,
de még inkább fontos az, hogy imádkozzunk. A keresztény embernek a válasza mindarra, ami vele történik, ami éri őt, az az imádság. A mi imánk helyi, a mi imádságunkban is legyen helye másokról, hogy imádkozunk és gondolkodunk, hogy közben járunk másokért, hogy az imádságból merítsünk erőt, mert Isten velünk van, hogy az első olvasmányban is hallottuk, ha hozzám kiált, meghallgatom, mert irgalmas vagyok. Isten meghallgatja az imáinkat, fogalmaz Ferenc pápa. És vigasztaló azt tudnunk, hogy valaki meghallgatja azt, amit mondunk. Az imában mindent elmondhatunk Istennek. Mi Pécsi Egyházmegye tagjai, hívei, imádkozzunk Pécsi Egyházmegyénkért. Imádkozzunk az új főpásztor ajándékáért. Imádkozzunk újabb papi hivatásokért. De imánkban legyen helye az egész világnak, a szenvedő emberiségnek is. És végül Mór a missziónak, a tanúságtételnek az embere. Ő a Pécsi Egyházmegye második püspökeként járta az egyházmegyét, járta a szegényeket, a nehéz helyzetben lévőket, a betegeket, találkozott hercegekkel, királyokkal, ő volt az, aki első András királyt megkoronázta. Hirdette az örömhírt, iskolát alapítva, székesegyházat építetve fel, ahogy említettem. Úgy, ahogy hallottuk az evangéliumban, amikor Jézus látta az embereket, megesett a szíve rajtuk, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. És Jézus a tanítványokat megbízza azzal, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, gyógyítsanak meg minden bajt és minden betegséget, és hirdessék az örömhírt. Mór is ezt tette. Hirdette az evangéliumot szegénynek, gazdagnak, férfinek, nőnek, koldusnak, tanultnak, minden embernek. És gyógyított, vigasztalt. Olyan szép a Pécsi Székesegyház Szent Mór kápolnájában Székely Bertalannak az a festménye is, amint Mórt prédikálni ábrázolja. Tüzes lelkülettel, ahogy az olvasmányban hallottuk, hirdette az örömhírt. És mikor visszatért, az elüldözött püspök Pécsre nagy-nagy örömmel, szeretettel fogadták őt a hívek. Olyan szépen ábrázolja a festő, amint egy idős, szegény bácsi kezet csókol a Mór püspöknek. Ez annak a jele, hogy ő a gyengédség, az irgalom, szeretetnek a képviselője, továbbítója volt püspökként is. És bennünket is hív Mór példája, hogy mi is legyünk gyengédek egymás iránt, hogy mi is tudjunk vigasztalni, gyógyítani a jó szavunkkal, a példánkkal, a szeretet konkrét gesztusaival, hogy mi is hirdessük az örömhírt. Az a keresztény élet, amely látszólag imádkozik, látszólag hisz, de nem szereti embertársát, ezt mondja Ferenc pápa, az gyakorlati ateizmus. A szeretet és a hit nem válhat ketté. Akkor vagyunk igazánk hiteles keresztények, ha a hitünket megmutatjuk abban, hogy szeretettel fordulunk mások felé, hogy hirdetjük a jó hírt, az örömhírt, a szeretet evangéliumát. Összefoglalva, Szent Mór püspök ünnepén, egyházmegyénk védőszentjének ünnepén ünnepeljük Mór püspököt, aki számunkra is példa, az alázatos tisztaságban, az álhatatos imádságban és az örömhír hirdetésében. Tanuljunk tőle, imádkozzunk közbenjárásáért, és legyünk bátrak, mert Mór oltalmaz bennünket is, mint védőszentünk. Amen.